arra gondoltunk, hogy, 10 éve. Nagyon köszönöm a Hungarikának, hogy azóta is vannak. Amikor az embernek a barátjának kerek évfordulója van, kerek születésnapja van, akkor ott a helye, ezért vagyok én is itt. Isten áldja és vezesse Magyarországot, Isten áldja a Hungarikát, nagyon szeretlek benneteket, nagyon köszönöm ezt a 10 évet. Megmondom őszintén, mert amikor olyan szám hangzott el, hogy húj-húj hajrá, mint amikor 2006 után és 2006 őszén ott voltunk az utcákon. Én megmondom nektek, össze egy műhely titkot elárulok, amikor nemzeti jogvédőként mentünk bevetésre, és küzdöttünk a értetek, sok-sok más hazafiért, akiket megvertek, bebörtönöztek, akkor én még Hungarikát hallgattam, és ezt a Demokratúra című lemezét, azok a számok, amiket kibújtam most is a bőrömben, nem tudtam mit kezdeni magammal, mert nagyon felkavar ez az érzés, hogy itt lehetek veletek, 10 évesek vagytok, 10 éve volt 2006, ha belegondolunk, és 10 éve várunk az igazságtételre, 10 éve várunk arra, hogy a bűnösök börtönbe kerüljenek! Áldozatok még mindig nem kaptak teljes jóvátételt. Éppen a héten volt egy 2006-os kártérítési ügyem, amit jogerősen elutasított a bíróság. Hol van igazságtétel ebben az országban? Viszont van Hungarikánk, van egy nemzeti intézmény, amelyre nagyon sokan odafigyelnek, és nem csak annyian vannak most itt, ahányan itt vagytok, hanem a Kárpát-medencében a világ minden táján tudják, ismerik, hogy mi az, hogy Hungarika. Nagyon sokak szíve megdobban, hogyha Hungarikát hallgat, és ez bejárja az egész világot, és mindenkit lelkesít. Az nem a Hungarika hibája, hogy a magyar rádiókban, például a Petőfi rádióban, ami ugye a magyar rádió lenne, az utóbbi 5 évben egyetlen egy Hungarika dal nem hangzott el. Egyetlen egy Hungarika dal nem, de még egy érdekes történetet elmondok. Tudjátok, hogy hol hangzott el, hol hangzik el a legtöbb Hungarika dal? Meg fogtok lepődni. A Rádió Q-ban, mert a Fiala Jánoshoz bementem 2010-ben 2 riportra, és átadtam neki az egyik Hungarika lemezt. Azóta, hogy beleszeretett, és a szabadság betűi számot van, hogy naponta 3-szor leadja. Hát, így sikerült. Vannak új hírei a Hungarikának. Igen! Igen! Isten éltessen sokáig benneteket, Isten éltessen a Hungarikát, és Székelyföldet, Székely szabadságért küzdünk, márciusban megyünk nemzeti jogvédőként. Még egy mondat el kell mondanom, 2009-ben és 2010-ben egy együttes volt, amely kiállt a nemzeti jogvédelem mellett. Ezt az együttest úgy hívják, hogy Hungarika, 2 nagyon nagy koncertet adta. Dalia Sanyi Gozán! A Big One-ban, és 2010-ben egy teli sportcsarnokkal. Egy hatalmas nagy koncert volt. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy szívetek és lelketek itt van. Isten éltesse sokáig a Hungarikát. Hungária, Ria, Ria, Hungária, Ria, Ria, Hungária. Nagyon szépen köszönjük ezeket a megtisztelő szavakat, főleg a többiek nevében, hogy én már jó pár éve nem veszek részt a zenekar munkájába, de ettől függetlenül megint csak egy régi dal következik.